Grafittal készült rajzok, szobrok és érmék láthatóak az Esterházy Palota kiállító termében. Szombaton nyílt meg Drozsnyik István képzőművész költő kiállítása, mely Szalkai Károly zongora produkciójával kezdődött. Az életműrészek 13. kiállításon Tolnai Imre egyetemi tanár mutatta be a művész elmúlt 2-3 évében alkotott munkáit. Hihetetlen aktivitásában, egy-egy téma körbenjárásában, az anyag végsőkig fagatásában Picasso az igazi etalon számára. Picasso szinte minden klasszikus műfajban alkotott a festészethez, szobrászathoz, grafikához, kerámiához, egyaránt bátran hozzányúlt, és mindegyikhez felforgatót és maradandót tett hozzá. Drozsnyik pedig Picasso világához nyúl hozzá, de saját egyénisége ebben a művészeti analízisben érintetlen marad. István életművét ismerve mondhatjuk, sokszor fordul mások által már vallatott profán vagy szakrális jelképekhez, előképekhez, de nem igazán idézetszerűen, hanem önmagán átszűrve, képi plastikai világán átnyúlva ezeket. A művész a neves alkalomra saját zenei performanszal is készült, melyet egy videóról mutattak be. Drozsnyik István korábban már minden kiállító helyen megfordult Győrben. A művész azt mondja, főként a rajzokban fedezhetőek fel Picasso szellemének leképeződései. Vannak nagyméretű ceruza rajzok, ugye grafikák, ahogy tetszik, elég sok, az ömében tulajdonképpen majdnem azt lehet mondani, hogy egy fiszti-fiszti a szoborokkal együtt, vagy az érmekkel. Tehát vannak ugye még egyszer vannak rajzok, vannak érmek, azt hiszem 60 darab rajz van, vagy akarom mondani, igen, körülbelül, és akkor 60 darab érem van, tehát nagyjából szinkróban vannak a számok egymásra, és kb. 60 darab szobor van gyakorlatilag, és emellett vannak még installációk, vannak térbeépítések, amik ugye az egész kiállítás ellenségét úgy feldobhatják ugye mindenki számára, és ha úgy teszik, akkor egy élvezhető kategóriába teszi át magába, hogyha valaki meglátja vizuálisan ezt az anyagot, akkor úgy gondolom, hogy mozizhat ezen is, ugye akár csak a rajzokon, akár az installáción lehet gondolkodni rajta, és akár a szobrokon, akár a térbeépítéseken. Tehát mindenen van egy kis mozi jelleg, rá van bízva, bizonyos része rá van bízva a nézőre, hogy hogyan értékeli magába, hogyan tudja leképezni a dolgokat. A művész nagy boldogsággal töltött el, hogy sokan eljöttek a megnyitóra. A tárlat július 17-ig tekinthető meg.